Kedves polgármester úr, kezdjük egy fajsúlyos témával. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban a költségvetésről. Elfogadásra került -e a tervezet? Igen. Ugye ez a legfontosabb benne, hogy hogy elfogadásra került. Ezért nagyon sokszor mondtam, lehet, hogy már talán unalmas is tőlem, de tényleg el kell mondani, hogy ez alapján dolgozunk mi az egész évben, és itt nagyon örülök neki, hogy egy egyhangú döntéssel, nyolc igen képviselőtestület elfogadta. Ugye előtte voltak, már tényleg beszélgettünk róla a bizottsági szakaszban, amikor megbeszéltünk, vitatkoztunk rajta, építőjelegű kritikákat beépítettük, és még mindenki felelősségteljesen nézte át az egész költségvetést. Elfogadtuk, soha ilyen magas össze még az város költségvetése nem volt. Elfogadva, megtervezve, ez közel 6 milliárdos költségvetés. Ez annak köszönhető, hogy az idei évtől beindul ugye ez a szennyvízfejlesztési projekt, amiben már többször mondtuk, ez a koppány, ez a a másik része, még, még nincs meg a szennyvíz és tűrje tekenyek községekkel együtt. Ez jelent egy jelentős részt, és ami még nagyon fontos, hogy a tavalyi évről nagyon sok maradványt áthoztunk több millió forint értékbe, hiszen az elmúlt időszakban a Covid miatt, ugye itt a járvány miatt azért tartalékos üzemre álltunk be, pont azért, hogy bármi történik, akkor legyenek tartalékaink. Most is vannak még tartalékaink, én ezt mondtam, hogy egy ilyen fenntartható, kiegyensúlyozott költségvetésünk van még, majd a részleteket úgyis folyamatosan, majd mind testületülésen, mind az újságban ezt lehoz de tényleg az a legfontosabb, hogy ön is feltette a kérdés. Igen, van az országbotrányosnak költségvetése, egy kiegyensúlyozott is fenntartható. A fenntarthatóság számunkra nagyon fontos, hiszen olyan beruházások, olyan fejlesztések, olyan karbantartások legyenek, ami későbbiekben fenntartható, tehát ne az legyen, hogy valamit csak megcsináljunk azért, hogy meg legyen, utána pedig be kelljen zárni, meg kelljen szüntetni, el kell bontani, mert nem tudjuk fenntartani. Tehát, hogy itt az intézményeinkkel is így vagyunk, az intézmények költségvetése is ugye most lett elfogadva, úgyhogy nézzünk elébe a feladatoknak, nagyon sok elképzelésünk van, amit remélem, hogy az évek során meg tudunk valósítani. Szintén a múlt hét során két országos szintű szervezet vezetőjével, vezető tisztséget betöltő személyével találkozott, ugye mint a Mávról, mint pedig a Magyar Közútról van szó. Mi hangzott el ezeken a megbeszéléseken? Össze kezdeném a Magyar Közúttal, ugye itt már a képviselőtestületi ülésen, vagy talán már ezzel is beszéltünk róla, mondtam, hogy minden év elején azért ezek a nagyobb szervekkel, és a közúthoz pedig a Magyar Közútnak az útjai tartoznak, Zalaszengrót esetében, ugye itt a, a főutak, Szengrót esetében a Batyány, Ötvös, Kosút, Gyár utca, Tűrjei utca, a város részek esetében, ugye ami az országos közút és a, a, a településekre bevezető utakat jelenti, és látjuk, hogy ezeknek egy kettőjénél azért vannak némi problémák, és átbeszéltük ezeket a fejlesztési elképzeléseket. Ami a legnagyobb probléma, és szerintem az alszenyrótiak látják, főleg akik meg ott laknak, az a Tűrjei utcának a, a minősége. Hiszen szóval a Tűrjei utat, az alszenyró-tűrje közötti utat felújították, és ez a szakasz, mivel belterület volt, nem került bele, de, de látjuk azt, hogy annak a minősége bár toldozzák, foldozzák, de vannak problémák. Én ígéretet kaptam igazgató úrtól, hogy ezt a jövő évben egy burkolat megerősítés lesz rajta. Csak úgy ilyen probléma a Széchenyi utca, Battyány utca, gyalogát kelőnél ez a, ez a kis bukkanó, ott is megsüllyedte az út, itt is közösen mi a csatornát megnézzük, hogy hogyan tudjuk helyrehozni, sőt, mellette az utat azt megjavítják, és még volt számos olyan dolog, amit, amit láthatnak az itt élők is, azokra próbáltuk meg beütemezni és tervezni, pozitív visszajelzéseket kaptunk, ugye mi nagy projektjeik voltak, az most a, amit minket is érint, bár nem Zalaszengrót területén vannak ez a pakot, Zalabér közötti útszakasznak a, a, a javítása. Ugye tavalyi évben, tavaly tavaly évben ez az alacsány Zalaszengróti útszakasz, ez megújult teljesen van még ez az alaudvarnok Szent László felé, ezt is mondták, hogy nézik a lehetőségeket, hogy hogyan tudnák megvalósítani, és annak meg örült ő is, meg mi is, hogy nem voltak olyan nagy havazások, hogy erre kellett volna külön energiát biztosítani, de, de örülök neki, hogy igazgató itt volt. Folyamatosan évközben is tartjuk a kapcsolatot, de én fontosnak tartom a megyei vezető és a várospolgármestere évelején személyesen üljenek le is ezeket egyeztetni. A MÁV esetében pedig ugye itt a pálya Vasút igazgató, a szombathelyi pályavasút igazgató volt itt Lukács úr. Hát itt meg látni kell, hogy az egy elég nagy vagyontárgy van itt a, a máv mávnak a kezébe, csak nézzük azt a területet, ahol vannak is. Ezzel kapcsolatban voltak nekem kérdéseink, itt a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság elnökével együtt Baranyai Zsolt úrral beszélgetünk igazgatóra, hogy esetleg hogyan tudnánk közösen partnerségben mondjuk üzemeltetni ezeket a, a vagyontárgyakat, ott van egy van ott egy szolgálti lakás, vasútállomás, hogy esetleg ezeket, vagy magát a pálya, vasútat, vagy a környezetét hogyan tudjuk fejleszteni, rendbe rakni, teljesen maximális együttműködését adta igazgató úr. És ugye itt lenne a nagy kérdés, ugye, amit egy-ketten feltesznek itt Zalaszengróton, hogy a vasúti közlekedés újra indul el Zalaszengrót és Zalabér-Bagy között. Hát itt azt mondta igazgató úr, hogy a pálya minősége, ha egy csökkentett sebességgel lehetőséget biztosít rá, de ez nem ő hozzá tartozik, hanem a MÁV starthoz. Itt ugye 2019-ben az országgyűlési képviselő bejelentette, hogy újra fog indulni a vonat közlekedés, ez nem történt meg, azóta sem kaptunk rá választ, hogy hogyan, meg miért nem. Én úgy gondolom, és úgy látom, hogyha amennyiben igény jelentkezik rá, tehát az szent akik itt van nem 220 kilométerről, Arrébről, csak mindenhonnan mondják, legyen, legyen, ha itt valóban uh, igény jelentkezik, akkor nyilvánvalóan uh, megnézzük a lehetőségeit, hogy hova kell indulni. Addig is utána fogunk érdeklődni, de először meg kell jelenni az igénynek, és csak utána mert addig, ha, ha, ha igény nem lesz, ha napi egy-kettő utas van, akkor én, én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a, a MÁV start elindítja, de, de itt majd egy pár beszédet, vagy akik akár itt is mondhatom, hogy akit érdekel és szeretné, és tényleg oda bejár, Egerszegre, Budapestre jár, vagy valami, akkor jelezze ezt az igényt, nézzük meg, és akkor majd egyként tudunk lépni. Nem tartom lehetetlennek, igazgató úr se, bár mondom, ott a pályavasút részéről volt, hát nyilvánvalóan gondolom, hogy ha egy akkora igény van, akkor a máv sem zárkozik el tőle, ez majd a későbbiekben ezt majd meglátjuk. Tavasz közelettével ismét aktuális a lomtalanítás kérdése. Tervez a város lomtalanítást, illetve lehet-e tudni a dátumokról már valamit? Igen, lesz lomtalanítás április 9-én az egész városban, tehát a városrészekben és a városban is, ez egy szombati nap, és akkor lesz a, a, a lomtalanítás. Minden évben ugye, ezt megszoktuk szervezni, szükség is van. ez egy még egy jó időpont is, tavaszi nagy takarítás, mindenkit tegye ki, meg, meghatározzuk, majd meg fog jelenni a hirdetés, hogy milyen jellegű hulladékokat lehet kihelyezni, úgyhogy ezt tegyük meg, ezt elviszik, megsemmisítik, és sokkal jobb a tervezett keretek között kerül ki az utcára, mint hogy illegális hulladék lerakókat létesítenek, és utána felszámolásával nekünk elég nagy problémák adódnak majd. Az önkormányzat kapcsán biztos szóba került az egészségügyi központ is. Ugye a város minden évben rengeteg pénz, nagy összegeket fordítta az egészségügyi központ működésére, amit nem csak zalaszengróti lakosok használnak. A környező települések önkormányzatai milyen összegekkel támogatják az egészségügyi központ működését, ha támogatják? Az idei esztendőben már nem akkora összeggel járultunk hozzá az egészségügyi központnak. Ez köszönhető annak a, a vezetés jó voltából, hogy akár az egészségügyi jogviszonyban nagyon sok orvos átment, most egy csökkentett összeggel járulunk hozzá, de így is azért nyilvánvalóan, hogy az Zalaszengrot város egy személyben a fenntartója. Egyébként igazgatóra, dr. Aljari Mohamed igazgatóra voltunk a Egerszegi Szent Rafael Kórház vezetőjénél, és pont ott is az együttműködésről beszélgettünk, hogy az esetleges fejlesztések hogyan illeszkednek be a megyei kórháznak a működésébe, akár így is anyagi a, nem csak a szolgáltatásokat növelve, hanem pénzt megspórolva, de visszatérve a kérdéséhez. Igen, ez egy nagy probléma nekünk, hogy, hogy mivel járási, járóbetegszakellátó központról van szó, Egy egyetlen egy fenntartója van, az Pekzalszenglót város önkormányzata, így minden teher ránk hárul. Én arra várok, és mindannyian arra várunk, hogy az egészségügyi, egy egészségügyi ellátórendszert azt gyökeresen átalakítják, mert át kell alakítani, ez kezdve az orvosügyelet, gyógyszertári ügyelet, járóbeteg szakellátók, hogy amikor ezt átalakítják, akkor majd ennek is pont kerül a végére. Egyébként meg tudnánk szabadulni e, ettől a költségtől, ha ezt az e, intézményt leadnánk egy kórháznak, jelen esetben az, a Keszthelyi Kórháznak, de az Ország Lotvárs képviselőtestete úgy döntött, hogy nem, mi meg, meg, akarjuk tartani, még ha hozzá is kell járulni, hiszen amit láthatunk az iskoláknál, iskolák esetében, hogy hogy nem az Alszengrotvási önkormányzatához tartozik, hanem egy, egy centralizált ö, megyei vagy tankerületi rendszerhez sokkal nehézkesebb, rugalmatlan Működés. Ezt nem akarjuk az egészségi központnál, hanem igenis mi azt szeretnénk, hogy ez továbbra is a városnál maradjon meg. Nyilván a szakmai munkát az igazgató úr felelőssége, vagy ő vezeti a szakmai munkát, de, de bármilyen probléma van, egyből be tudunk avatkozni, akár óraszámát csoportosítással, vagy bármivel, aminek a lakosságnak igénye van szolgáltatásokra, azokra tudunk nagyobb hangsúlyt fektetni. Az önkormányzat már jó pár éve rész, létrehozta a Szengrótért Kft-t, aminek üzemeltetésében nagyon sok minden tartozik, például a közterületeknek a fenntartása és többek között a Sengrótfürdőnek fürdőnek az üzemeltetése is. Elégedettek-e a Kft. működésével, az elért eredményekkel, milyen célokat tűztek ki neki? Hú, ez nagyon vissza kell menni, ez még annak idején az ott víz és fürdő Kft-ként volt egy önkormányzati cég, aminek tulajdonképpen ilyen administratív dolgai voltak, utána volt az, hogy a fürdőt üzemeltette, nem, akkor nem csinált semmit, csak úgy volt a cég és akkor a mostani képviselőtestet, vagy mert talán az eredeti ciklus úgy döntött, hogy föl kellene tölteni valami olyan feladattal, ami, ami, tényleg hasznos a város részéről, és így folyamatosan apránként kezdtük el. Társasház kezeléssel foglalkozott, utána elnyerte a közbeszerzésen a, a város zöld terület karbantartását, utána közvetkező közbeszerzés a város részeknek a zöld terület karbantartása, aztán fürdőüzemeltetés, aztán fejlesztési ügynökség, most már tényleg egy olyan szerte ágazó cég van, aminek tényleg látjuk, hogy hogy nagyon sokat segítenek az önkormányzat munkájába. Csak most egyet a zöldfelület karbantartásra gondolok, hogy én szerintem azt majdnem mindenki megelégedésére végzik a munkájukat. Én nagyon örülök nekik, hogy ők végzik el, és tényleg látni, és a visszaigazolások is nagyon jók, hogy, hogy amikor dicsérek hangzanak el. Bár ugye én mindig azt mondom, ha meg nem is vagyok olyan nagy környezetvédelme, nagy zöld, hogy nem feltétlenül azt kell elérni mindenhol, hogy egy 5 centis fű legyen, és egy ilyen golfpálya minőségű gyep legyen, hanem ahol nem frekventált helyeken, ott meg lehet hagyni a biodiverzitás kicsit magasabb fűd, meg, meg a környezet szempontjából talán jobb lenne. Ezekhez is egyébként partner a cég. Úgyhogy összefoglalva azt kell mondanom, hogy hogy azokat a feladatokat, azokat a divíziókat, amit elláttanak, nagyon örülünk. Nyilvánvalóan ez is egy költséggel jár, de ez város önkormányzata részéről és a város részéről mindenféleképpen egy pozitív dolog ennek a cégnek a létrehozása, vagy inkább tartalommal való megtöltése. Én köszönöm szépen egyébként ott a, a vezetőnek, Tóth Istvánnak a munkáját és a munkatársainak, hiszen nagy feladat egyébként. Tehát ilyen nem volt Zala Szent ezt ám a régieknek, a régebben volt fiataloknak mondom, ez talán olyan, mint régen volt a költségvetés üzem, csak sokkal professzionálisabb, hiszen ez egy gazdasági társaság. Igaz, mi vagyunk az egyszemélyes tulajdonosai, de nyilvánvalóan azok a szabályok érvényesek rá, mint bármelyik más gazdasági társaságnál. Van külön pénzügyi része, könyvelési része, stb. stb., de, de jól prosperál, és én bízom benne, hogy a későbbiek folyamán még több feladattal is meg tud birkózni, és tudja segíteni a, a várost és az itt élőket.